Ezzel a tánccal készültek a Pentelei Nyugdíjas Klub hölgy tagjai az idei apák napi ünnepségre. A közösség ebben az évben sem feledkezett meg az édesapákról, akiket a Nemzetközi Apák Napja alkalmából köszöntöttek. Egy kicsit a fiúkat szerettük volna jobb kedvre deríteni, azt gondoltuk, rövid időnk volt, nem volt idő már más bulit szervezni, hogy akkor gyorsan ahány lány össze tudtunk kapni. Beöltöztünk egy kis ilyen cigány bulira, tánc, az ének, hát elég jól összejöttünk. A klub férfi tagjai nem lepődtek meg a műsor láttán, hiszen minden évben köszöntik őket a hölgyek. Az asszonyok műsorán kívül a férfiak is énekeltek, de saját édesapjukhoz szóló verseket is szavaltak. Minden egyes évben a lányok meglepnek bennünket valamivel, egy-egy műsor, egy-egy... Van, amikor volt már itt hastánctól kezdve, most éppen egy ilyen cigány számot adtak elő. Ez is egy a klubnak a különféle foglalkozásai közül. Minden hétfőn össze szoktunk jönni, és amikor vannak ilyen különféle napok, mint apák napja, anyák napja, nőnap, férfi nap, hát gyereknap különösebben nem szoktunk, mert hát gyerek már nem sok van köztünk, kicsit már kinőttünk abból a korból, de minden más ilyent vagy a nyugdíjas klubbal, vagy pedig a Pentele baráti kör szervezésébe meg szoktunk tartani. Az összejövetelről nem hiányozhattak a házilag készített sós és édes sütemények, valamint a hűsítő italok sem. A nyugdíjas klub tagjai késő estig táncoltak és énekeltek.